Sziasztok! Üdv újra a csatornán! Ma egy kovászkészítős videót hoztam nektek. Nemrég találkoztam egy recepttel, ami szerint lehet úgy is készíteni kovászt, hogy nem etetjük meg minden egyes nap, hanem csak azt az első eredeti mennyiséget kavargatjuk meg minden nap, és hagyjuk állni kb. 7 napig, de ez szobahőmérséklettől is függ. Úgyhogy ezt szeretném ma kipróbálni, hogyha ez tényleg beválik, akkor ez sokat segít azoknak, akik esetleg meg vannak ijedve a kovász készítésétől, vagy nagyon hasznos lehet olyan esetben is, hogyha megöljük a kovászunkat, hogyha netalán tönkre menne. Én is jártam így, nemrég barátnőm adott nekem kölcsön, mert fagyasztás után nem élett újra túlságosan, vagyis nem voltam elég türelmes a kovászommal, és túl hamar használtam el. De amúgy tartok mindig a fagyasztómban is, biztonság kedvéért. Szoktam megszárítom, és feldarabolom, és így szoktam eltenni a fagyasztóba. És ezt vissza lehet hidratálni, vízzel és liszttel megetetni kétszer-háromszor használat előtt. Vadkovászt kb. 6 éve kaptam a barátnőmtől, ezt etetem és használom, és még soha-soha nem készítettem, mert nem volt rá szükségem. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezzel a módszerrel lehet-e majd kovászt készíteni, ami használható is, és megkeleszti a kenyeret. Tartsatok velem! És akkor, hogy mire van szükség ehhez a kovász készítéshez? Kefirre. Lehet joghurtot is használni, valamilyen erjesztett fermentált folyadékot egy tiszta üvegben, nem sterilizált, de tiszta üvegben fogom önteni a keféremet. Kb. Felé, kicsit kevesebb, mint felé öntöttem. Aztán ehhez fogok adni lisztet. Ez kenyérhez való liszt, 11 g fehérje tartalommal, és tettem bele még egy-két kanál rozslisztet, és összekavartam a kettőt. Használhattuk csak rozslisztet, használhattuk csak kenyérlisztet. Az eredeti recept szerint bármelyikkel működhet. Beleteszem a kefírembe, és ezt fogom elkavarni. Kb. Annyit, hogy egy sűrű palacsintamassa állagot kapjak. Az erjesztést még elősegíti, ami még jön bele, az egy néhány szem köménymag. Állítólag ez az a növény, aminek a külsején olyan baktériumok vannak, amik elősegítik majd a gyorsabb fermentációt. Kíváncsi vagyok. Hát egy negyed kis kanálnyit, talán egy fél kis kanálnyit. Így ezt fogom összekavarni. Kicsit csomós, de azért folyékony. Meleg helyen hagyom a konyhapultomon, vagy az ablakpárkányomra fog kerülni inkább. Ott lehet nem lesz a legmelegebb. Meglátjuk, lezárom. Nem szorítom le teljesen, és majd holnap felnyitom és megkavarom. Második nap van, még nem telt el teljesen a 24 óra, inkább olyan 20, de most van időm megkavarni, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Látok az oldalán egy buborékot, de most még
túl korai buborékot keresni rajta. Ki fogom bontani, megszagolom. Kicsit nem meglepő módon kefír szaga van. Kefír érzik a kömény mag is, de nem hasonlít még a szaga a kovász szaghoz. Megkavarjuk, lássuk milyen lesz. Akkor ezt most jól átkeverem. Kis levegő járja át az alját is. Megálltjuk. Lezárom. És holnap találkozunk. Harmadik nap van. Itt éjszakázott az ablakpárkányon. Nem látszik benne buborék, nincsen semmilyen aktivitás. Annyi különbség van, hogy külön vált egy ilyen folyékonyabb rész a tetején. Szerintem ez teljesen normális. A másik kovászomnál is előfordul. Át fogom kavarni, belekavarok. Kicsit talán savanykásabb a szaga, mint a tegnap volt. Így jó is lesz. Visszateszem az ablakpárkányra holnapig. Holnap reggel majd újra átkavarom. Negyedik nap. Itt éjszakázott a pultomon a kovász. És úgy láttam, hogy van egy néhány buborék mára. Kicsi buborék kezdemények látszanak. Ugyanúgy, mint tegnap meg fogom kavarni. Ennek nagyon örülök. Lássuk a tetejét. Itt is vannak buborékok. A savanykás kefírszag csap meg. Nem rossz. Nem egy ecetes, kellemetlen szag. Nagyon örülök a buborékoknak. Érzik az állagán is, hogy kezd hasonlítni egy kovászhoz. Meg van egy kicsit puffadva. Úgyhogy remélem jó lesz. Enyhén erjedtebb a szaga, mint a tegnap. De ez még nem az igazi erjedt kovászszag. Habár lehet nem is kell olyannak lennie, mint a másik fajta vadkovásznak. És mehet vissza a pultra ugyanúgy éjszakázni. Holnap megnézzük újra. Ötödik nap, itt pihent a kovász a párkányon, és látok benne aktivitást. Többet, mint a tegnap. Úgy néz ki, hogy felemelkedett az üveg tetejéig, aztán visszaesett. Vannak benne buborékok, nem tudom, ha látszik. Leveszem a kamerát, és megpróbálom megmutatni. Szép buborékos a teteje. Most már nem annyira kefírszagú, inkább erjedt kovászhoz hasonlító szaga van. Izgalmas. Átkavarom, úgy, mint a tegnap. Talán folyékonyabb, úgy néz ki.
Kicsit olyan, mintha éhes lenne. Szívem szerint megetetném. Nekem ez folyékony, de mindenképp hagyom még egy napot. Vagy kettőt, meglátjuk. Érdekes. Festékszagot érzek. Látszik, hogy elérte az üvegemnek a karimáját. Visszacsukom, összezárom és hagyom még egy napot ugyanott a párkányon. Sziasztok! Ez az ötödik nap. Ötödik vagy hatodik? Mindenképp nem várom meg az egy hetet. Úgy gondolom, hogy a kovász kész van. Buborékos, itt ült a párkányomon, és újra felemelkedett a tetejéig. Aztán most már kezd lefele menni, és a buborékok sem olyan óriásiak, úgyhogy úgy gondolom, hogy elérte a csúcsát. Jobb lett volna persze, ha a csúcsán sütök vele, de ma szerintem felhasználom és kipróbálom. A megszokott kenyérreceptemet fogom használni, és kíváncsi vagyok, próbára teszem, hogy elkészült-e. Elég erős ahhoz, hogy meg kell esze a kenyeret. Lássuk, milyen akkor. Tele van buborékkal a teteje. Kellemesen fermentált szaga van. Igen, erjedt. Erjedt szaga. Én ezt megrizikózom, sütök vele. Kíváncsi vagyok. Csak elhúzom, akkor ott vannak a buborékok. Látszik, hogy dolgozott. Jó, kipróbálom. Sütni fogok vele. Beteszem nektek a receptet a leírásba. Egy jó néhány hónapja ezzel a recepttel dolgozom, mert praktikusabb, mint az artizán kenyér. Legalábbis nekem. Tudok kettőt sütni egyszerre, és viszonylag elég kicsi hőfokon is, és kevesebb a macera vele. Nagyon szeretem egy ilyen forma kenyér. Elég híg ez a kovász. Hígabb, mint az én átlagos kovászom. Az én másik vadkovászom. És innen a kovászt már csak vízzel és liszttel fogom megetetni. Meg is csinálom ezt most. Csak fehér lisztet adok hozzá. 11 grammos a protein tartalma. A vízen pedig szűrt víz, amit hagytam egy napot kint állni, hogy ne legyen klóros, hogy a klór párologjon el belőle. Kb. Egy deci másfélnyit, és ugyanennyi lisztet adok hozzá. Nem szoktam mérni a másik kovászomnál sem pontosan az arányokat. Nekem így vált be. Próbáltam nagyon pontosan is, de ez valahogy egyszerűbb volt. Szemre szoktam egy ilyen vastagabb palacsinta állagot szeretnék kapni. Kicsit bökös, de fel fogja majd dolgozni a kovász, nem lesz ennyire bökös, még talán egy picit vastagabbra fogom hagyni.
egy keveset még. Ha kint hagyom a pulton, szerintem estére már aktív lesz. Most déli 12 óra. Kíváncsiságból ki fogom hagyni a pulton, hogy lássam, milyen hamar kell meg. Amúgy meg a hűtőben szoktam tartani, és egyenesen oda teszem be, nem szoktam hagyni amúgy kinn a pulton. Ott szokott elindulni az erjedés, és honnan szoktam kivenni kenyérsütéshez. Nem szoktam előtte megetetni sem, nem szoktam előtte szobahőmérsékleten sem hagyni. Igazából csak lassabban indul fel be a folyamat az én tapasztalataim alapján. Úgyhogy ezt most megmutatom még egyszer. Ilyen vastagabb palacsinta állagú, palacsinta tészta állagú. Kint hagyom az ablakpárkányon, ahol nem éri közvetlenül a nap. És lássuk akkor, mi lesz belőle. Nem szoktam hagyni az autólízist, igazából nem tartom. Én összekeverem az egészet, és nem szokott vele gondom lenni. Igazából nem hagyom pihenni só nélkül. Ezt a receptet már nagyon sokféleképpen variáltam, a liszteket. Úgy értem, hogy használtam már csak fehér lisztet, a kenyérliszt, aminek a fehérje tartalma 11 g, 100 g-ban. Aztán használtam valamennyi rozsot is, 50 g rozsot ebből az 1 kg fehér lisztből levontam, 50 g-ot is rozsot használtam helyette, vagy olyat is csináltam, hogy 100 g tönkőbúza lisztet, és korpát is, ezt is variáltam. Most leírom, hogy pontosan most hogy készült. Igazából nálam mindig más egy kicsit. Éppen összekavartam, letakarom, és fogom hagyni állni egy olyan fél órát pihentetem, és remélhetőleg, hogy változik az állaga, és már meg tudom egy kicsit húzgálni.
Valaki nem bírta kivárni az este, hogy ne kezdje meg a kenyeret, megmutatom nektek. Mind a kettőt megvágta. Ez szokott lenni, ha friss kenyér van, akkor rögtön mindenki neki akar látni, hiába van még előző napról valamennyi, úgyhogy ez egy kicsit ki is száradt a végei. Nem olyan rossz szerintem. Kezdő kovász. Az illata nagyon jó. Puha is az állaga, rugós. Az illata egy kicsit emlékeztet a kefirre és a köménymagra. Szóval egy picit érzik, de szerintem nagyon kellemes. Mi pirítva szoktuk enni a kenyeret, úgyhogy tényleg nem bánjuk, hogyha picit meg is száradt, mert úgy is megpirítjuk. Szerintem jól kijött. Akkor néhány szót erről a kovászról. Nagyon örülök, hogy elkészítettem, nagyon örülök, hogy bevált ez a módszer. Egy, azért, mert nem gondoltam, hogy időközben lejtem a régi kovászom, és megtelik szilánkokkal, és menthetetlen lesz. Igen, sajnos. A másik pedig remélem, hogy sokan felbátorodnak és kipróbálják majd ezzel a módszerrel. Szerintem jóval egyszerűbb módszer, mint minden nap etetni, kivenni belőle, és így hozni létre egy kovászt. Még annyit róla, hogy már az 5. nap használhattam volna, nem kellett volna megvárnom a 6. napot. Így visszanézve utólag, mert buborékos volt már, elég aktív volt aznap, a teteje is, talán a 6. nap nem emelkedett meg annyira, mint az 5. nap. Szóval figyeljétek a saját kovászotokat, és hogyha úgy látjátok, hogy kész van, bátran használjátok. Már remélem, hogy kedvet tudtam hozni nektek, hogy elkészítsétek a ti is a kovászotokat. Írjátok meg kommentben, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!